sárga borsó krémlevest fogunk készíteni, aminek az elkészítése viszonylagosan egyszerű. Kicsit megfűszerezzük, és ami ünnepivé teszi, az a levesbetét lesz, mert csinálunk egy omlett csigát, és szalonnát fogunk így hosszasan kisütni, amit utána csigába föltekerhetünk. És megmutatom, hogy ilyen a sárga borsó, a száraz sárga borsó. Száraz sárga borsó, és egy éjszakára be kell áztatni. Tehát, hogyha elhatározunk magunkat, hogy sárga borsó krémlevest készítünk, előző este be kell áztatni. Áztatás során többször át kell mosni, leönteni a vizet, és újra újat rátenni, mert ennek elég magas a keményítő tartalma, és úgy habzik a víz. Tehát ilyen lesz beáztatva. Most úgy kezdjük, hogy egy fejvörös hagymát fölaprítunk. Tehát abszolút nem, és egy fejfókhagymát ízesítésnek abszolút nem bonyolult elkészíteni. Most ezt egy kis olajon megpároljuk. Begyújtottam a gázt, egy pici olaj van a lábosba, arról ne feledkezzünk el, és ezt a hagymát, fókhagymát, ezt szépen megpárolom rajta. Ide készítettem a vizet, amivel majd föl fogjuk önteni, és ez a nagy serpenyő pedig azért van itt, mert miközben a leves föl, megcsinálom a levesbetétet, amiről az elején szóltam. Ezt a hagymát csak egy picikét kell megpárolni, nem kell olyan nagyon. Csak éppen átfuttatjuk, hogy egy picit üveges legyen, és akkor beleteszem a fűszerek közül, meg közben ide készítettem a fűszereket, piros paprika, gyömbér és őrölt bors. Legelőször beleteszem a piros paprikát. Jó, ezzel átkeverem. Egyébként a piros paprika azért kell, hogy szebb színe legyen, mert ugye az áztatásnál eléggé ez kifakul. És akkor beleteszem a beáztatott sárga borsot. Jó, tehát ezt így átforgatom, már látszik, hogy milyen gyönyörű színe van, és akkor föltöltöm vízzel. Hát ez mondjuk gondolom formán töltöm föl, és közben mindig figyelgetem, mert ez a sárga borsó még nagyon megduzzad és föl, és nagy lángra állítom. Na most azt elfelejtettem mondani az elején, hogy ez 25 deka sárga borsó. Ez a 25 deka sárga borsó, ez hát 2-3 embernek biztos, hogy elég a leves. Tehát megvárom, míg fölfor, és közben a sűrítése lesz a krumpli. Fölkockázom a megtisztított krumplit. Nem kell olyan nagy ügyet csinálni benne, mert úgyis meg fog fújni, és túl mit szóljuk. Itt nem kell ügyelni, hogy szép legyen, meg formás. Jó, tehát benne van a krumpli is, és akkor most fűszerezem tovább. Beleteszek az őrölt gyömbérből egy ilyen fél táskanálnyit. Jöhet egy pici, és beleteszek a borsból is egy ilyen fél táskanálnyi. Aki szereti erősen, az tehet bele többet, és még beleteszem ezt a megmaradt paprikát is. Megint keverek rajta egyet, és egy kis vegetával fogom ízesíteni. Hát ebből mondjuk két kis teáskanálnyi, de ezt utána majd megízleljük, és hogyha nem lesz elég sós, akkor még meg lehet sózni. Jó, most ennek körülbelül 20 percet kell főni. Míg a leves föl, ezt lefedem egy fedőre, míg a leves föl, addig elkészítem a levesbetétet. Legelőször is a szalonnát, a békonyszalonnát, vékonyra szeretett békonyszalonnát így szeletbe kisütöm. Jó, tehát kicsit fölforrósítom a sütőt, és beleteszem ilyen vékonyra szeletelt békön szalonnákat, így egybe. Sül, szépen elkezdett sercegni a szalonna. Kicsit így össze is nyomhatjuk, hogy ilyen kis fodros legyen. Közben rápillantunk a levesre, nehogy kifusson, egyet kavarok rajta.
nagyon gusta színe van, mindjárt megmutatom, hogy így nagyon jól néz ki. Közben, amíg sül ez a kis szalonnánk, addig megcsinálom az omlethez a hozzávalókat. Az omlethez kell egy olyan másfél deci tej. Egy tojást beleütök. Ezt így összekavircolom. Jó, és akkor egy evőkanál lisztet beleteszek ebbe a keverékbe. És ezt is ügyesen összekeverem. És egy egész ilyen híg folyós masszát fogunk kapni, és ebből lesz az omlet. Közben már nagyon szépen sül a szalonna. Ez egyébként így fog kinézni, mert sütöttem egy párat előtte, és amíg ilyen puha a szalonna, addig össze lehet tekercselni, tehát gyorsan kiszedem, és akkor ilyen gyorsan összetekercselem. Nem muszáj belőle nagy ügyet csinálni, csak úgy kedvünk szerint el is vághatjuk kettőbe. Ide teszem, és akkor megsütöm ezt az omlettet, még egy picit keverek rajta, hogy ne legyen csomós. Ehhez mindenféle lisztet használhatunk, graham és egyéb lisztet, és akkor ebbe a forró tepsibe, vagy forró serpenyőbe picit ezt a zsírt ráforgatom és beleöntöm. Jó, és akkor ebből egy, mint egy tojásrántot, tehát megsütjük ezt az omlettet. Na most ezt az omlettet nagyon ügyesen, de mindenki vigyázzon a kezére, így föltekerem. Tehát olyan, mint egy óriási palacsinta, így néz ki. És akkor ezt rácsúsztatom a tányérra, és ezt fogjuk majd a tálalásnál fölvágni. És egy picit várni kell, amíg megkül, és akkor utána lehet belőle csigákat vágni. Jó, tehát akkor a második levesbetétünk is megvan. Időközben, ahogy említettem, ugye kb. 20 perc kell a bártatott borsóhoz, megfőtt a levesünk, gyönyörű a színe, és most összeturmixolom, de nagyon kell vigyázni, mert ugye forró, tehát mindenki nagyon vigyázzon, mert nem kifröccsögjön és megégesse. Tehát először kisebb fokozaton ilyen kézi turmixa. Nagyon szépen haladunk a turmixolással. Jó, összeturmixoltuk a levest, látom, hogy nagyon sűrű, és lehet hozzá nyugodtan ilyenkor egy pici vizet önteni, vagy aki szereti, és nem zavarja, önthet hozzá tejszínt, tehát minden további nélkül, és ezzel még egy picit föl lehet főzni. És akkor beletesszük utána a levesbetétel, ennyi mondjuk egy embernek elég, azért mondtam, hogy bőven elég, még négy kisebb étvágyú embernek is. Megszórom, ez ilyen snibling, száraz snibling, de ez inkább, leginkább már csak dekoráció. És ráteszek ebből a szalonnából. És igazándiból ennek az egyszerű levesnek ez adja meg a különlegességét. És az omlett csigából is vágok rá. Szép ilyen ferde szeleteket lehet vágni, és ahányan vagyunk, úgy osszuk el, hogy mindenkinek jusson. Nem baj, ha kicsit szétjön, és így ráhelyezem. Most azt akarom még mondani, hogy igazándiból ehhez a krémleveshez lehet ilyen zsírban pirított kenyérkockákat, és nem muszáj ezt a köretet csinálni, akkor gyorsabban elkészül, de hát ha ünnep van, akkor ünnepeljünk.